Vezényelt a rocker, trombitán fújt a cowboy és a csárdás királynő, de a 20-as évek hölgyei is hangszert ragadtak a fúvós farsangon. A Panoráma Hotel éttermében népes közönség hallgatta a szintén népes együttest, melynek tagjai szoros kapcsolatot ápolnak egymással. Legfőképp a társaság miatt járunk ide, van egy nagyon jó baráti körünk, ami miatt érdemes zenekarosnak lenni. Szerintem ez tartja meg az embereket. A Nívódíjas, nemzetközi aranydiplomás együttes minden fúvós farsangon tematikus műsort ad. Az idei évben a retro irányát követték. Kis Tamás Karnagytól megtudtuk, hogy nagyon jó hangszerelések segítették őket, hogy előadjanak például a Deep Purple-től, vagy a Mamma Mia című musicalből. A bál egyidős a fúvós zenekarral. 24 évvel ezelőtt indultunk, azzal az ötlettel, hogy talán a szülők és néhány vendéget meg tudunk hívni, és annyira kinőtte magát, hogy úgy véljük most már, hogy a környék egyik színvonalas bálja, mert nagyon kevés az, amikor élő zenével köszönthetjük a közönséget. A zenekart működtető Kék Balaton Fúvós Egyesület új elnöke is bemutatkozott. Rizsányi Zoltán a zenekar tagja, január 28-ától tölti be vezető tisztét. Céljául tűzte ki, hogy Pikó Gábor öröksége szellemében folytassa a munkát. Fontos évhez érkezett az egyesület, hiszen idén 25 éves a zenekar. Így aztán készülünk több nagy dobással, úgymond, de lesz egy nagyszabású színházi koncertünk március 16-án, jubileumi 25 éves koncert, ahol az elmúlt negyed évszázad legnagyobb sikereit próbáljuk egy csokorba gyűjteni, és hát mindegy zenei élmény, mindegy ilyen baráti élményt próbálunk szerezni a nagy közönségnek, reméljük, akárcsak a 20 éves koncerten szintén teltház előtt, illetve lesz majd egy ilyen könnyedebb jubileumunk is majd az egyesület székhelyén Vonyarcashegyen. Egy nagyobb szabású külföldi turnét is terveznek a jubileum alkalmából. A fúvós farsang bevételét erre az utazásra, illetve hangszerek vásárlására, azok karbantartására fordítják.